Most így ebben a nagy nyugalomban, békességben, csendben, ami körülvesz bennünket, csodás természet, amiben részünk lehet, még így reggel is inspirál bennünket, hogy eszünkbe juttatja az írásnak a szavait, Isten igéjének teljes igazságkönyvében leírt információkat, ilyenkor eszünkbe jutnak, megelevenednek. Nagyon sok minden ebben a zavartalanságban, ha csak néhány szóban is beszélgetünk dolgokról, nagyon sokszor olyan dolgok válnak érthetővé, amit korábban sok éven át olvastunk, gondolkodtunk rajta, és nem nyert megértést. Szóval nagyon sok minden ilyenkor átsúlyan az ember agyán, nagyon sok élénk gondolatunk támad, sok mindenről lehet beszélni, és megpróbálni megérteni. Hát igen, alapvetően az emberek között a legnagyobb problémát az okozza, hogy nincsenek tisztában azzal, hogy kik vagyunk, miért úgy nézünk ki, ahogy kinézünk, miért tesszük azt, amit teszünk, miért nem tesszük azt, amit nem teszünk, amit kellene. Ugye, hogyha ilyen dolgokon elgondolkodnánk, az is közelebb vinne bennünket az igazsághoz, és ahhoz, hogy valóságosan láthassuk azt, és megértessük azt, vagy tudhassuk azt, hogy mikor élünk csak Isten kegyelme alatt, meg mikor értünk el arra a szintre a gondolkodásunk és a viselkedésünk alapján, megfelelve az Isten teljes igazságának a könyvében, a Bibliában, ő által lefektetett kritériumoknak, mikor tudunk annyira megfelelni, hogy ő vele megegyezően azt mondhassuk benne való erős bizalommal, hogy igen, most már az életem többről szól, mint kegyelem alatt élés. Immár bűnömnek bocsánata is van. Ugye a legtöbben azt hiszük, hogy azért, mert a Bibliát a kezünkbe vettük, vagy Istenről beszélgetünk, vagy jótékonykodunk másokkal, akkor Isten megbocsátotta a bűneinket, és örök életünk van. Ez egy önbecsapás. Ez nem egyezik meg az Isten tökéletes gondolkodásával. Pedig azzal, hogy az ember bárki legyen is, az kezébe veszi a teljes igazságkönyvét, a Bibliát, és megérti azt, hogy nagyon nagy bajban van, mert az egész addig élete, addig a pillanatig nem másról szól, mint nyílt lázadás Isten ellen, ugye a viselkedésével minden ember arról tesz bizonyságot. Isten előtt nem kell beszélni, nem kell Istennek mondanunk semmit. Ő nem is kíváncsi arra, hogy mi mit beszélünk, mit mondunk. Ugye az egyházakban, a gyülekezetekben innét van ez a nagy tévedés, vagy szándékos félrevezetés az Isten imádattal kapcsolatban, hogy ugye valaki belép egy ilyen gyülekezetbe, egyházba, vagy szektába, vagy valamilyen mozgalomban, és az agymosás egyik legfontosabb része gyorsan, hogy ebben mindenki részt vegyen, ez az Isten imádattal kapcsolatos felfogásnak az emberekbe való programozása, és az emberek ima estekre járnak, meg ima hétvégékre járnak, meg ima hetet tartanak, meg ima láncot tartanak, és beszélnek megállás nélkül, szólják a hazugságaikat, így szeretlek téged, Istenem, ó Jézus, drága Jézus, ugye, megállás nélkül beszélnek az emberek, és azt hiszik, hogy Isten sokkal inkább figyelembe veszi az ő beszédüket, hogy mit beszélnek. Azt hiszik, hogy el tudják Istennel hitetni a hazugságaikat,
Mert Isten egész pontosan tudja, hogy ki az, aki szereti őt, ki az, aki nem. Isten nem azt veszi az ő szeretete jeléül, hogy valaki őt szereti, hogy azt mondja, hogy én szeretem a Jézust, én szeretem Istent, és imádom Istent, és ő az egyedüli Istenem, és nincs más Istenem. És akkor Isten meg azt mondja, hogy te hazug vagy, hazudsz megállás nélkül, fogd be a szádat, nem akarok egy szót se hallani a szádból, a cselekedeteidet akarom látni. Mert a cselekedet az kézzelfogható beszéd, az félreérthetetlen beszéd az Isten szemébe. Az emberek tulajdonképpen ez a hazugság, hogy valótlanságot állítanak, valótlanságot mondanak egymással, ami nem igaz, különféle céllal, önző, gonosz szándékkal. A férfiak megállás nélkül duruzsolnak a nők fülébe hazugságok, ilyen szép vagy, olyan gyönyörű vagy, ilyen kedves vagy, és stb. Állandóan megállás nélkül nyomják a hazugságot a naív, mit sem sejtő nőknek, lányoknak a fülébe, egészen addig, amíg el nem hiszik szegények, hogy ez a férfi tényleg az igazat, vagy az a fiú igazat szól. Közben csak hazudik megállás nélkül, csak azért, hogy elérje azt, hogy ágyba vigye azt a lányt, vagy azt a nőt, vagy azt az asszonyt. A nők ugyanígy megállás nélkül hazudnak a fiúknak, férfiaknak, embereknek, csak azért, hogy bizonyos esetekben valakire rákaszkodhassanak, hogy mindazok a dolgok, ami az ő életéből hiányzik, de nem tudja elérni, azt megszerezhesse egy férfin keresztül, ugye? Tehát ezek mindig gonoszságból, önzésből származó beszédek, és ugyanígy az ember annyira megáltalkodott és gonosz, férfi és nő, hogy elhiszi azt, el tudja képzelni azt, ha hazudok az Istennek, akkor meg tudom győzni arról, hogy amiről én beszélek, az igaz. De az ember a legszánalmasabb, mert ha Isten szemszögéből nézhetnénk meg magunkat, az egész emberiséget, akkor az egész emberiség egy ilyen húsdaráló felé futószalagon, szépen lassan, ilyen lassú futószalagon a húsdaráló tölcséréhez, beomló nyílásához közeledő nagy trágyakupac az ember az Isten szemében, és az Isten csak sajnálkozik, hogy hiába írott beszéddel mindenki számára közérthető, minden elme, a legiskolázatlanabb elme számára is egyszerűen megérthető dolgokról beszél az Isten, arról, hogy itt vannak ezek az én 10-12 pontba szedett elvárásaim, vonatkoztasd magadra, és igyekezzél az szerint élni. Ennél egyszerűbben nem lehet valamit elmondani, közölni, hogy még a legiskolázatlanabb is megértse, hogy ő neki elvárásai vannak felénk, ő nem kíváncsi a mi hazugságainkra, mert az ember Isten nélkül, Istennek való szótfogadás nélkül, az ember megállás nélkül hazudik. Legyen az egy pártpolitikus, egy pártvezér, egy politikus, egy bankár, egy vallási vezető, a munkahelyi munkatárs, férj vagy feleség, gyerek vagy felnőtt, minden ember megállás nélkül hazug és hazudik. Ezt maga Isten mondja. Aki nem az ő igazsága szerint él, nem látható az ő igazságának a megcselekvése a viselkedésén és a beszédén, az Isten szemében hazug. Tehát az ember úgy akar a mennyországba menni, hogy önmaga bűneit nem akarja levetni, mert ugye a kívánság és a bűn az kedves az embernek, és az ember ezekkel az imádkozásokkal, dicsőítéssel azt hiszi, hogy Istennél ki el tudja azt érni, hogy az Isten majd az ő igazsága ellenére megsajnál bennünket, és csak úgy betesz bennünket az ő világába, ott, ahol olyanok élnek, akik évszázadokon keresztül abban fáradoztak, hogy az ő erkölcse szerint éljenek. Megtisztultak a bűneiktől, szentül tisztán éltek, nyomorúságos körülmények között, és akkor egyszer csak betesz ilyen nyavajás hazugokat abba az atmoszférába, abban a millióban, mi történik? Azokat a szerencsétleneket azonnal megrontják a hazugságaikkal, látva az ő aberált, nem normális, istentelen, aljas, mocskos viselkedését, azokat azonnal megtenni ezt az Isten, hogy egy hazugot
aki így szeretlek, atyám, meg imádlak, Jézus, meg csak te vagy az egyetlen Isten, és nincs más Isten, csak te vagy Jehova, vagy Jahova, vagy Jahua, vagy JHVH, vagy akárki, ugye? Isten nem gonosz és részrehajló, személyre válogatott, csak azért, mert valaki szépen csacsog, és a szavainak 99%-a megállás nélkül hazugság, mert a legtöbben minden ember, tehát aki nem Isten szerint gondolkodik és él, az mind hazudik megállás nélkül. Nagyon kevésszer mondanak az emberek igazat és valóságot. Ha leülsz, akárhol hallgatod az embereket, csak meghallgatod, akár csak 2-3-5-10 percre, a legtöbb emberen fölismered azt, hogy elkezd beszélni, az elején még néhány valóságos dolgot mond, és utána megállás nélkül hazudik. A saját fantazmagóriáit, a saját hazugságait elképzeli, saját vágyait, tehát amik nem valóságos dolgok. A hazugság az nem valóságnak, a nem valóságos dolgokról való beszélgetés, beszéd, szóbeszéd, ez a hazugság. Hát, hogy eszméletlen, hogy mennyire elvetemült az ember Isten nélkül. És tényleg, Isten nagyon jól tudja, hogy az ember mennyire elvetemült ő nélkül, és ezért lép az emberrel kapcsolatba, az ő írott beszédén keresztül. Mert ugye, amikor az emberek, majd a hazugok, a csácsogó szájúak, akik én imádtalak téged egész életem során, igaz, hogy nem tudtam leszokni a szeszivásról, igaz, hogy nem tudtam leszokni a swinger klubba járásról, igaz, hogy nem tudtam leszokni a munkahelyen a kasszának a meglopásáról, meg sorolhatnánk, de amúgy hidd el, hogy én szeretlek, az érzelmeimben nagyon szeretlek téged, Jézus. És akkor Isten azt fogja mondani, hogy én sajnálok téged, én nem foglak téged elítélni, de itt van ez a könyv, nyissuk ki, és az én igazságaim, kézzelfogható írott igazságaim vannak benne. Ha csak egynek is megfeleltél, és egynek is alávetetted magad, amiről én azt fogom tudni, hogy te tényleg szerettél engem, ha csak egyetlen egy felmentő okot ez a könyv fog nekem most itt mutatni, akkor beengedlek ide a halálodkor, az életed végén. Ha nem, akkor az azt jelenti, hogy te nem szerettél engem, te most is hazudsz, és te magad ítélted halálra önmagadat. Igen. 5 Mózes 31:26. Vegyétek e törvénykönyvet, és tegyétek ezt az utasításokat adónak, a ti isteneteknek szövetség ládája oldalához, és legyen ott ellened bizonyságul. Tehát a törvénykönyv ellenük legyen bizonyságul, Igen. ha megszegik a törvényben leírtakat. Ott is ugyanez van, amit mondták, az írás ítéli el. Az lesz A ellen a megváltó bizonyság. maga is, a Szentlélek is azt mondta, én nem ítélek senkit. Az Atya sem ítél Pontosan. senkit, hanem azok a beszédek, amelyet az Atya leíratott, és amelyeket én a számmal kimondtam, azok a beszédek tesznek ellenetek bizonyságot. Az ige, az írás. És ugye ezért a mozgalmakban, ezek az új keletű mostani ezotérián, okkultizmuson működő félkeresztény, félvilági egyházak, gyülekezetek, YouTube-os szekták, ugye, most gombamódra nőnek és hemzsegnek. Ezért ez a magyarázat arra, hogy miért gyűlölik ők annyira az Istennek az írott igéjét, hogy azt állítják, hogy a Biblia az nem az Isten igéje, nem az Isten szava. Pontosan ezért, mert ők nagyon jól tudják a lelki ismeretükben, hogy minden egyes szó a halálukkor, amikor meghalnak, és Isten elé kell állniuk, minden egyes szó ebből a könyvből ellenük tesz bizonyságot, és mindannyiunk ellen. Én ellenem, te ellenem, mindenki ellen, aki hallgatja, mindenki ellen, minden egyes szava. Ha azt szerint éltünk, felment bennünket az ítélettől, az ítélet alól, megment bennünket,
Ha viszont ellenségeként nem cselekedtük, és még azt is, másokat is arra tanítottunk és biztattunk, hogy ne foglalkozz vele, mert ez csak a katolikus egyháznak és a pápaságnak az irománya, emberek írták, ugye szokták mondani. Az biztos, hogy minden egyes szó ott lesz, és bizonyságot fog tenni ebből a könyvből minden ember ellen. Szóval, és akkor ilyenkor jön ez, hogy hú, ez nagyon szektás kijelentés volt, ez ilyen radikális, tehát ez már ilyen homegrown terrorist, a otthon növekedett, otthon fejlesztett terroristák, akik ezáltal a világtól otthon a másként gondolkodóknak az elpusztításán gondolkodnak, ugye ez most a világot vezető elitnek a következő eszköze, fegyvere, ugye 10-20 évvel ezelőtt útjára indították az összeesküvés elmélet, ezt a kifejezést, hogy ezzel tegyék nevetségessé, és akik pedig tényleg a világban dúló igazságtalanságokról beszélnek, és felfedik a valóságot ezekkel kapcsolatban, azokat a dolgokat elkövetők azonnal rásütik, hogy azok összeesküvés elméletesek, ugye? Igen, meg hát eléggé érdekes rémhírek terjengenek, amiket például a tévében is bemutatnak, tehát ezek valóságosan megtörtént dolgok, hogy, vagy legalábbis úgy mutatják be, valaki sok fegyvert gyűjtött az otthonába, hogy megvédje magát, és kiszálltak a rendőrök, és lövöldözés volt, és rendőrt is megölt, meg felrobbantotta magát az ember a házába, ha jól emlékszem. Tehát ez is egy ilyen másként gondolkodó volt, aki ellenségnek tekintette a hatóságokat, mindenkit, és hát ezt bemutatják a tévébe, és meg is szólaltattak embereket, és az utca embere rémülten mondta, hogy hú, hát az ilyeneket el kell fogni, be kell zárni, mert ezek nagyon veszélyes emberek. És valóban így is van, ha ez tényleg így történt, nem tudhatjuk a hátterét, de nyilvánvaló, hogy így programozzák az embereket arra, hogyha meghallanak bármi ilyet, hogy valaki, még ha nem is kerül szóba fegyver, meg semmilyen robbantás, egyszerűen csak nem úgy gondolkodik, ahogy az egymást ellenőrző és egymást szemmel tartó világ, ugye vigyázzunk egymásra, meg ilyen szlogenek vannak, nem vesz részt a társadalmi közösségben, hanem egy bizonyos könyv alapján, a Biblia alapján gondolkodik, és radikálisan, tehát próbálja mindentől megtisztítani az életét, elméjét, ami nem egyezik ennek a könyvnek a szövegével, akkor azokra is rá fogják mondani, hogy ezek az emberek is nagyon veszélyesek. Hát, tulajdonképpen ezt jól mondod, mert ugye az elmúlt 20 év, amit mondhatok körülbelül, de inkább csak 15, hogy élesebben kezdem látni a világban, a hétköznapi emberek a politikában, a pénzügyben, és a vallásokban, főleg a kereszténység berkein belül zajló eseményeket, és amikre felfigyeltem, és hogy ezek hogyan vannak kapcsolatban egymással, és hogyan kivitelező eszközei annak a világra szóló nagy összeesküvésnek, annak a nagy tervnek, amit ugye ennek a világnak a teljes elfoglalása és az emberek teljes lekáderozása, teljes kontrollálása céllal folytat egy bizonyos embercsoport, ugye használva mindenkit, akit csak lehetséges, anélkül, hogy tudnának róla, ugye. Tehát ebben ugyanúgy használják ebbe a tervbe a kereszténységet, a kereszténységen belül az összes egyházat. Ha megnézed a vezetőit, a csoportoknak, a közösségeknek, az egyházaknak, a gyülekezeteknek, a szektáknak, csak ránézel az arcukra, a fejükre, azonnal levághatod, hogy kik azok, akik ezeknek a vallási szervezeteknek az élén állnak úgy, hogy az őket hallgató emberek csoportjai
tagjai, tömegei, fogalmuk sincs arról, hogy ki az, aki hozzájuk beszél, és milyen hátsó szándékkal, kivel együtt működve, kinek a célja elérésé érdekében dolgoznak, működnek. Ugyanúgy, ha megnézed az összes politikust, a ma porondon levő, gyakran a tévékamerák előtt látható politikusokat, megnézed az Európai Parlamentben, amikor villogtatják a képeket, hogy kit ülnek ott, megnézed az országoknak a prezidentjeit, Lengyelországtól, Oroszországon át, egészen Izraelig, és Franciaországot, ha megnézzük, Németországot, megnézzük minden országnak a prezidentjét, a miniszterelnökét, az ő alatta ténykedő, szorgos hangyaként magukat a béke és a biztonság emberének tituláló politikusokat, egészen le a polgármesterig és a közmunkás vezető, csoportvezetőkig, megnézed, tudhatod, nagyon könnyen rájössz, hogy kik ezek az emberek, és ebben a piramis rendszerben, aminek a csúcsán az a néhány, az egy családhoz tartozó néhány ember van, hogy milyen nagy közös cél érdekében dolgozik mindenki, a nagy átlagot, akik viszont le vannak butítva a tévé, mozifilmek, alkohol, drogok által, gyógyszerek által, az ennivalóban levő töménytelen cukor által, a minden által, a permetezett, vegyszerezett, az égből hulló chemtrail anyagok által, amik az esővel a földre hullanak, és az emberek felzabálják a zöldséggel, erről meg vannak győződve, hogy bio, hogy minden bio, nyugodtan megnézheted a bio termékeket, hogy mennyire bio, rá fogsz jönni, hogy semennyire, semmi sem bio, és nagyon hamar ki fog rajzolódni előtted egy elrettentő világkép, és látod, hogy forgószél gyorsasággal történnek benne az események, mert az emberek egy része ébredezik, tehát nagyon sokan vannak az emberek közül olyanok, akik már benne voltak a hídgyülekezetben, mondjuk benne voltak a Benny Hinn szektában, benne voltak a katolikus egyházban, a Jehova tanúinál is jártak, mormonok is voltak, benne voltak az összes létező MLM, multi-level marketing szisztémákban, egy kis anyagi megélhetés reményében. Aztán minden évben más politikai pártban tapsoltak, és hittek az előttük táncoló, a porondon szövegeket, monológokat mondó politikus bohócoknak, ugye, és aztán minden egyes csalódás után rájött, és a végén a nyílt mezőre ért, amikor is aztán a hazugságoknak és a színházi mesejátékoknak, akár vallásból, akár pénzügyből, akár politikából, akár az egészséges táplálkozás, a biotermékek, hogyan csináljunk ezt, azt, amazt, és áruljuk, és csináljunk belőle vagyon magunknak. Amikor már mindenből kijött, és ott van a puszta mezőn, a sivatagban, és visszanéz, akkor az ember megrémül, hogy te jó ég, ez az egész, ez ilyen gyors vonat sebességgel robog a vesztébe, és ez egy nagy szobor Dánielnél, az aranyfejjel, rézmelkassal, vagy ezüst melkassal, rézcsipővel és vaslábakkal, aminek elkezdenek a lábujjai töredezni, és az egész elkezd inogni. Nagyon sokan vannak, akik már egy halom mindenből kijöttek a gyülekezetekből, a YouTube-os csatornás hazudozókból, ennek a mesevilágából, és rájöttek arra végső következtetésként, hogy itt csak egyetlen egy dolog lehetséges. Fizikailag az öregségünknél fogva ebben a világban való
kemény, állandóan munkában töltött életünknél fogva leamortizálódtunk. Ezt a testet nem lehet megmenteni. Mindegy, hogy mennyi bio zöldséget zabálsz, hány tonnát eszel meg, ha naponta is hallgatod a különféle bio előadó majmokat a YouTube csatornáidon, hogy most ezt kell, így kell csinálni, úgy kell csinálni. Ezen a földön úgy van, megvan minden mérgezve, hogy semmi se bió többé. Még 40 évvel ezelőtt elmondhatod bió, de a levegőben keringő vegyszerek és különféle káros anyagok, amik rászállnak a zöldségeidre, az már soha többé nem bió. A víz, a csapadék, amit felszívnak a növények, amivel öntözöl, már az nem tiszta. És nem lesz pénzed arra, hogy egy olyan szuper szűrő, tisztító berendezés vegyél, amiről elmondhatod, hogy tényleg abszolút makulátlan, tiszta vízzel locsolod a ganyédat, és fejleszted magadnak a különféle dolgaidat. Mind hiába való törekvés, mert nem a tested megmentése többé a lényeg, annak vége, kész. Ahogy véget ér az életed, akár egy balesetben, akár betegségben, akár öregségben, onnantól kezdve a lelked volt a lényeg, hogy milyen gondolkodásmódot ragadtál magadhoz. Romlott emberek által, Halász Juditok, Kon Zsuzsák, meg Presser Gáborok, meg különféle politikusok, meg Bodó Attilák, meg Németh Sándorok, meg Benny Hinek, meg Bergoglio pápák, vagy India Gandhik, vagy Nietzsche, vagy akár kiről, mindegy, hogy kiről beszélünk, mind Isten nélkül romlott aggyal gondolkodó, és a saját romlottságából, aberráltságából különféle elméleteket létrehozó hazugoknak az elméleteit ragadtad magadhoz, és próbáltad megváltani önmagadat, vagy egész egyszerűen ráébredtél arra, hogy ez az egész világ menthetetlen, benne az emberiség menthetetlen. Hiába találják ki a robot kezeket és lábakat és robottestet, és most ez lesz az új divat, hogy beledownloadolják magukat a robottestbe, és akkor cserélgetik maguknak a robot alkatrészeket, hogy örökké élhetnek itt a Földön. Ez a Föld, ez a szenvedésnek a bolygója, kezdettől fogva, mióta az ember elszakadt az Istentől. És mivel nem az igazság szerint gondolkodnak az emberek, és a céljaik nem az Isten igazságát szolgálják, ami megmenthetné az embereket, ennél fogva az egész törekvése az emberiségnek, hogy hogyan győzzük le a halált, hogyan szüntessük, számoljuk fel a betegségeket, hogyan küzdjük le az öregedés folyamatát, ez mind veszett fejsze. Mert így vagy úgy, ha nem betegségben, öregségben, akkor balesetben, vagy háborúban meg fogsz halni, vagy egy őrült le fog szúrni, vagy le fog lőni, ugye, tehát az életed így vagy úgy véget fog érni, ezt nem fogják tudni megcsinálni, hogy mindenki örökké fog élni. Gondolj bele, hogy ma 40 évvel hosszabb ideig élnek az emberek, mint 200 évvel, 500 évvel ezelőtt, és mi lett az eredménye? Exponenciális tömegnövekedés a Földnek nevezett égi testen, ugye? 8,3 milliárd van most, azt hiszem, hogy a Földön. Nemrég néztünk egy műsort 1920-as években. Igen, a 20-as évek végén, 27-ben. 27-ben 3 milliárd ember volt, vagy kevesebb a Földön. És ahogyan ezekkel a mesterséges tápszerekkel elkezdték kinyújtani az emberek életkorát, a tömegek, az emberek létszáma a Földön azzal arányosan, exponenciálisan óriási léptékben növekedni kezdett. Most meg vele együtt az a baj, nincs tiszta ivóvíz, a tengerek szennyezettek. Beszélhetnénk órákig, hogy mennyire a teljes összeomlás szélén áll a földi élet, naponta mennyi élőlény tűnik el, hány állatfaj tűnik el naponta a Földön. Ezekről mind lehetne beszélni éveket és órákat, de a te megjobbulásodhoz és az én megjobbulásomhoz, hogy erkölcsben megvessük, megértsük, hogy meg kell vetnünk ennek a világnak az aberrált erkölcsét,
amit ők erkölcsnek és jónak és követendő példának neveznek, az Isten szemében nem más, mint az, amit téged tönkretesz, az aberráció, a kifordult elméjűség, az őrültség, az, hogy ilyen köpedékek, szemetek az emberek, és képesek bármit megcsinálni egymással a saját önző céljaik elérése érdekében. Tehát ennek egy ponton vége kell, hogy legyen. És ez az egész pusztulási folyamat a Földön, ez egyre gyorsabb. Szóval, csak hogyha az égi testekről tudható dolgokat látjuk, hogy egyeseken élet volt, aztán valami oknál fogva eltűnt. Nagy kérdés, az sokan fölteszik, még tudod, mi történhetett? Hát csak nézd magadra, ember, és nézd körül, magad körül, hogy mit művelsz a saját környezeteddel és a körülötted élő emberekkel. Ott a válasz. Ez történt, ott mindenhol ez történt. Az ember Isten nélkül csak vándorol bolygóról bolygóra, és kiírtja magát, ennyi. Szóval a nagy kérdés, hogy te ezt megérted, és hajlandó vagy-e bevallani önmagadnak azt, hogy én Isten nélkül, ami a valóságos igazság, ha ő egy tükör, akkor én tulajdonképpen nem létezek. Mert az egész létezésem hazugság, a hazugság pedig nem más, mint valótlan dolgoknak a tömkelege. Tehát az egész életem hazugság, ha azt mondhatom, az egész világ egy hazugságra épül, tehát tulajdonképpen nem létezik, vagy látszólag létezik, de ez a hazugság és az igazságtalanság természete miatt kipusztítja magát. És ezzel a süllyedő hajóval akarok lemenni, én is, elpusztulni, és aztán, ugye fizikailag nézve, hát lehet, hogyha elpusztulnék, és megszűnnék létezni, és a szél elfújná a hamvaimat, lehet, hogy egy megoldás lenne a földi élet szenvedéseitől. Csak, hogy ezt Isten nagyon okosan kitalálta, itt nem ér véget. Az emberek többsége borzasztó dolgokat művel, a saját magával is, a saját testével, és másokkal maga körül, és a saját környezetében borzasztó pusztításokat végez. El tudod azt képzelni, hogy csak így a valóságos igazság meg fogja engedni, hogy az emberek, akik ganyi módon éltek és tönkretették magukat, embertársaikat és a környezetet, azt, amit ő teremtett, azt ő csak úgy megengedi, hogy annyival megússzuk, hogy meghalunk és elporladunk, ez elvisz a szél, vagy elrothatunk a földbe 2 méterre föld alatt. Ezt nem úszhatja meg senki ilyen könnyen. Kell, hogy örökké tartó következménye legyen, mert egy több millió évig működni képes Isten által teremtett szisztémát tett tönkre az ember, és rajta magát is, maga az ember is szinte még a mai napig teljes egészében a tudósok számára egy megfejthetetlen rejtély. Soha nem fogják tudni megfejteni az ember teljes mértékben. Rájöhetnek arra, hogyha sok hidrokarbon zabálsz és iszol, akkor megnövekszik az inzulin szint a véredben, és akkor cukorbeteg leszel. Meg rájöhetnek arra, hogyha rengeteg savasat iszol és cukrosat, akkor a szervezetedben, amit belélegzünk, mikrogombákat, rákgombákat, akkor azok feldúsulnak a szervezetedben és fölérik a tested. Rájöhetnek erre, tudják a megoldásra, hogy milyen porszűrőt kéne az orrodon hordani nap mint nap, hogy ez egyre kevesebb legyen benned. De az, hogy tetőtől talpig, és a csontvelőig, a legmélyebben láthatatlan részeinkig egész pontosan összességében mi hogy működik, ahogy ezt Isten teremtette, és ő tudja, azt az ember soha nem fogja azt a tudást tudni megszerezni. Úgyhogy ezért hiába valóság, ahogy Salamon mondta mindenre, minden hiába valóság. Az egyedüli legfontosabb dolog az, hogy megismerjed az Istennek az igazságát, és igyekezz hozzászabni magad, alávetni magad saját jól felfogott érdekedben, mert ez az egyetlen legjobb dolog a számomra, hogy ezáltal ez egy kulcs az ajtón, a mennyország ajtaján, amit hogyha használsz és elfordítod, benne élsz és gyakorlod, akkor bizonságot teszel az Isten előtt arról, hogy
hogy te tudod, hogy mivé torzultál az évtizedek során, és hogy ez majdnem csak visszafordíthatatlan, de ha jelét adod a viselkedéseddel, a beszédeddel és a gondolkodással, hogy te ezt mind bánod és küzdesz önmagadba, önmagad ellen, nem a szomszéd ellen kell küzdeni, aki a parét átszórja neked és beülteti a kertedet vele, hogy esetleg feladd a küzdelmet a kertkapálás és eladd a telked neki olcsóbban. Nem ő az ellenséged, nem sátán az igazi ellenséged, a patás szigonyos, háromágú szigonyos, hosszú farkú, vörösre festett valaki vagy valami a te igazi ellenséged, az rajtad kívül van. Ha nemet mondasz neki, azt mondod, hogy nem, már legyőzted őt, tehát túl nagy csatát nem kellett vele vívnod. Nem a kamera előtt álló politikusok az Európai Parlamentből, meg a Biden elnökök, meg a politikusok, az országok élén, ők a te ellenségeid. Egész pontosan csak annyit kell tenned, hogy azt mondod, hátat fordítok öregem neked, meg se hallgatom, hogy mit beszélsz, mert minden egyes szavad hazugság. Nem a bankárok, akik a YouTube-on és a tévéhirdetéseken keresztül reklámozzák és tömik a fejedet, programoznak, hogy persze, ha most már csak egy darab kockacukrot akarsz venni, akkor vegyél fel hozzá legalább 5 millió forint kölcsönt, vagy 25 milliót, hogy legalább életed végéig visszafizesd azt óriási kamattal. Nem az ők a te legnagyobb ellenségeid, hiába köpködsz rájuk, mert egész egyszerűen csak annyit kell csinálni, hogy ellapozol a tévén, vagy az interneten, a YouTube-on arrébb lapozol, és azt mondod, hogy dehogy fogok én kölcsönt fölvenni, és soha az életemben nem veszek fel olyan kölcsönt, ami nem is létezik. Mert a kölcsönökkel az a legnagyobb probléma, ugye minden eredeti államalakító okmány szerint ugye az országokban folyó kereskedelemhez kizárólag kézzelfogható szalid értékeket nek a cseréjével működhet igazi ember és ember között történő kereskedés. Ez az igazi kereskedés. Nem egy digitális, nem létező számítógép rendszeren, interneten közlekedő, ide-oda futó másodpercek alatt egy algoritmus. Ez nem is létezik valójában, meg tudod fogni. Ha éhínség tör ki, akkor fogsz érte egy szelet zsíros kenyeret kapni? Nem. Nem létezik. Tehát ennél fogva ez az egész kölcsönsztori ma már kamu. Csak a hülyék veszik be, azok mennek kölcsönt fölvenni és hazárdírozni digitális, nem létező algoritmusokkal, és az egész életedet ledolgozod, és elmentél az Isten igazsága mellett, mert azon járt a fejed, hogy milyen, hogyan szerezzél még több pénzt, hogy minél hamarabb visszafizesd a nem létező kölcsönödet. Szóval minden hiába valóság itt a Földön, emberek, minden. Kizárólag arra lettünk teremtve, az az ember célja Isten szerint, hogy elérd az üdvösségedet, hogy olyan állapotba hozd magad az Istentől kapott információk segítségével, olyan erkölcsre tegyél szert, amire Isten felfigyel, és azt fogja mondani, na látom, te már 3, 5, 8, 10, 12, 20 éve ugyanabban az elgondolásban, amit tőlem szedtél a Bibliából, így éled az életedet. És ez már elég bizonyíték nekem ahhoz, hogy ne csak kegyelem legyen. Mert ugye, amikor a Bibliát a kezed, ezt megérted, ezt az egész katyvasz, ami körülötted van, és ami bennünk van a fejünkben, és a családjainkban, és az emberi kapcsolatainkban, hogy óriási a káosz, ezt csak a rendszer vezetői látják át, mert ők hozták ezt létre, mert ők abban hisznek, hogy látszólagos káosz kell teremteni, minden szinten pusztulás és züllést, és ezáltal minden és mindenki könnyen kontrollálható és felhasználható lesz az ő tervük elérése érdekében, ugye? És ha valaki ezt megérti, hogy akármelyik vonalon indulsz el, akár a kereszténység vonalán, akár a hinduizmus, akár a multilevel marketingeseknek, aloeverásoknak, meg mit tudom én, infravörös, masszírozó ágyas vonalon indulsz el, vagy most ugye, Lézer, vagy ilyen lézergyógyító vagy eszközök vannak még. mehetsz a reikisekhez, vagy mehetsz a YouTube-on, most ott is gombamódra, vegyél telket, vegyél tanyát, költözzél ki a tanyára, és így vesd el, és úgy csíráztas, és ezzel permetezzél, csalánlével permetezzél, esőfogó rendszert építsél, és
Tehát hemzseg a felső köröknek az ügynökei, akiket kiküldtek, hogy a hülyéket ezer számra a világ minden részén és Magyarországon is a hülyéket rávegyék arra, hogy a közelgő ugyancsak általuk szervezett világösszeomlás és gazdasági válságok és élelmiszerlánc fölbomlás idejére legyen egy hajom marha, akik kimentek azzal a tanyákra, hogy ők majd ott eléldegélnek a nagy katasztrófa idején, meg se fordul a fejükbe, hogy tulajdonképpen a Rákosi féle rendszer eseményeinek az előkészítői és segítői, mert ők lesznek azok, akikhez majd megint kijönnek az agitátor ügynökök, és behappolják a termény nagy részét, hogy a városi lézengő nihilt ellátsák a csőcseléket zabálni valóval. Meg se fordul a fejükbe a sok süket embernek világszerte, hogy ez a ha körülnéznél minden országban, megnéznél egy YouTube filmet, amilyen mutatja, hogy hát én vettem egy telket, vettem egy tanyát, vettem egy ezt, azt, amazt vettem, most birkákat vettem, kecskéket, csirkéket, tojást forgatok a keltető gépbe, magam kaszálok, és magam mulcsozok, és minden, és hogy ezt megnézed az USA-ban, megnézed Angliában, megnézed Skóciában, megnézed Lengyelországban, megnézed Magyarországon, még a harmadik világ országaiba is, Nigériába, vagy akárhol. Érdekes módon mindenhol ugyanaz történik. Ha ezt meglátnád, ember, akkor rájönné ezt, hogy ez egy világprogram, ez egyszerre ugyanabban az időben kezdődött, és ugyanaz a célja, amit csak nem tudsz. Te csak egy kiszolgálója leszel, egy eszköz leszel ebben a törekvésben, hogy amikor majd leállítják az élelmiszer láncolatokat a boltokhoz a farmeroktól, és el van minden sorvasztva, ahogyan azt a jakobinusok csinálták a francia forradalom idején, ugye megvádolva a burzsoá arisztokráciát, és Méri Antonettet és a férjét, Károly királyt, ha jól emlékszem, hogy ő miattuk van ez a nagy éhínség, és közben a jakobinusok elmentek vidékre, meg azt mondták a vidéki termelőknek, hogy már másonét veszük a búzát, kukoricát, a húst, a tojást, mindent, nem kell tejet sem. Nyugodtan felszámolhatjátok a farmatokat, esetleg mi föl is vásároljuk tőletek potom pénzért, és közben meg a városokban megment az élelmiszerért folyó bandaháborús. Néhány hónap alatt 80 ezer embert gyilkoltak le Franciaországban a nagy francia szabadság harc és forradalmak idején, ugye? Szóval, ha megnézitek, ez ugyanez lejátszódott a világ minden országában, csak így mellékesen megemlítjük. Úgyhogy, ha azt hiszed, hogy ha valamit látsz, és az új, és az revolutionary, az valami forradalmian új, akkor nézzél más országokba is utána, és rá fogsz jönni, hogy dehogy új. Egyszerre történik minden mindenhol, ugyanarra a vezényszóra a felső körökből, akiket látsz a tévében, a bemondónők, meg a tévériporterek és a hírközlő stábok, azok mind szervezett ügynökök ebbe az egész világelfoglalási sztoriban, hogy az ember létszáma le legyen zsugorítva. Amikor az emberiség fölépítette ezt a rendszert, és elkezd olajozottan működni, azok, akik fölépítették a rendszert, mint az antik világban, az ókorban, ugye a piromisokat, megépítőket lelődözték, hogy ne tudjanak visszamenni a faluba, a városokba, megmondani, hogy hol építették a piramis, milyen ajtón, járatokon keresztül vittük le a fáraónak az apját, anyját, öreganyját a katakombákba, és mennyi kincset tömtünk oda be nekik a túlvilágra, hogy be legyenek rendezkedve, hogy nehogy kifosszák őket, és magukévá tegyék az egészet, ezért legyilkoltak mindenkit. Ha erre nem jöttél még rá, hogy sátánnak, és én nem egy ilyen szigonyos, patás, szarvas valakiről beszélek, hanem egy olyan ellenségről, aki az egész emberiség ellensége, és az emberiséget használja, mert azt hiszi, hogy Istent le tudja győzni, és hogyha az embereket kiírtja, akkor azt hiszi, hogy az Istennel szemben folytatott háborújában ő győzelmet aratott. Szóval, ha építője vagy ennek az Isten nélküli szabad világnak, aminek az építői a szabad világ, az Isten nélküli szabad világ építői, akiket szabadkőművesek is neveznek, vagy rózsakeresztesnek, vagy akárhogy is,
Ha része vagy a saját magad életed szintén ennek a rendszernek az építésének, akkor tudd meg, hogy amikor ez az egész olajozottan elkezd majd működni, akkor hogy ez nehogy szakértőként bele tudjál piszkítani, te is meg leszel semmisítve, hogy nehogy el tud mondani, hogy hogy működik ez a rendszer egész pontosan, és mi a végső célja, és ebben az embereknek a 96%-a hogyan lesz áldozat a legvégén. Hát minden hiába valóság. És persze tudom, most itt lesznek, akik majd azt mondják, hát ez nagyon radikális gondolkodás, és ez nagyon szektás gondolkodás. Ez ilyen emberekre kell figyelni, mert ahogy te magad mondtad, ugye, kihajtanak az utcára, az ünneplő tömegekbe, ez Amerikában nagy divat, elmeintézetből, elmegyógyintézetből. Most is volt valami. Előre, előhozott, igen. Ott beprogramozott, beinekciózott, be, hogy mondják ezt a programozó technikát, amikor himbálnak ott előtted, és akkor behipnotizált idiótákat kihoznak az elmegyógyintézetből. A legelső útjuk az, hogy akármilyen fegyvert, vagy akár csak egy kést, vagy egy teniszütőt vetetnek velük, és beküldik őket a tömegbe. Ugye, ha emlékeztek a vicces filmre, a Rendőrakadémiára talán, vagy a Leslie Nielsennek a filmjeire, a csupaszpisztoly filmekre, hogy be vannak programozva köztiszteletben álló emberek, hogy meggyilkolják az angol királynőt, meg a nem is tudom kit, és akkor csak egy ilyen szerkezeten való gomnyomással ugye bekapcsol a hipnózis terápia, és akkor robotként, aki bele programozva, meg akarja ölni, ugye? Most ez viccesen, de ezt azért tették így bele ebbe a filmbe, hogy amikor hallasz róla, hogy ilyen van valójában, akkor ne hidd el. Legyincs egyet, és azt mondta, hogy hülyeség az egész. És ha megnézed, mindegyik valahonnét valamilyen gyógykezelésen esett át. Amikor egy embert már betesznek egy gyógykezelésre, abból biztos, hogy biorobotot csinálnak, hipnózis terápiával úgy beprogramoznak, hogy utána kiengedve az utcára, csak az adott szavakat meghallva egy zenében, vagy egy mozifilmben, föl fog állni a moziban, szitává lő mindenkit. Most is volt valami, nem emlékszem pontosan, de valami olyan terrortámadás Európa valamelyik városában, hogy mondták, hogy aki ezt elkövette, aznak nem volt bűnözői múltja, hanem depressziós volt, és akkor elment kezeltetni magát, és akkor utána így történt van. Ez. Pontosan. Hát, hogyha valaki éles szemmel nézi a dolgokat, nem csak megy a tömeg után, hogy most bemondják a híradóba azt, hogy, hogy egy fiatal gyerek dzsihádista elméleteket terjesztett a neten, és akkor mindenki hasra vágódik, hogy egy terrorista, ugye? Tehát ma már, csak ha valaki, nem sokára oda fogunk érni, hogy ferde szemmel nézel, vagy nem bólogatsz ugyanúgy, ahogy a melletted levő többi 10 000 bólogat, akkor te már terrorista vagy, ez oda fog kiukadni. Ha ellentétes gondolkodású vagy, nem mint a csőcselék a tömeg körülötted, akkor terrorista vagy. Most már a terroristák már nem azért baj, ilyen kockás kendőbe betekert, csak a szemük látszik, és akkor kalasnyikóval rohangálnak, és kiabálnak, Allah Akbar, Allah Akbar. Ma már ha látjuk ezt, hogy olyan szépen deformálják ezt a definíciót, homegrown terrorist megfogalmazással otthon a szobájában az internet előtt a borzalmas bűncselekményeket kiterelő terroristák, most már fehér emberek a terroristák, most már nem barna bőrű, cserzett, naptól kiszárított arcú, papucsban szaladgáló, őrültek, késsel szaladgálnak a kecskék után, és kiabálják Allah Akbar, most már nem ők lesznek a terroristák lassan, hanem azok, akik ezzel az egész színházzal nem értenek egyet. És lehet, hogy nem is csináltál semmit, pusztán csak annyit mondtál, hogy látlak világ, látlak sátán, látlak a szomszédomban, látlak a politikusokban, látlak a bankárokban, látlak a bolti eladókban, látom a tanárokban sátán, látom
Az Európai Unió összes korrupt vezetőiben Nyilván ezt látom. szimbolikusan fogalmazva látjuk Sátánt, természetesen az ő Hát igen, gondolkodás módját. látom az Ha aberrátságot. valaki kiemeli ezt a mondatot, akkor ki lehet tenni. De Igen. nyilván valahogy szimbolikusan fogalmazunk, látjuk Sátán gondolkodás módját és a sátáni rendszernek a beprogramozottságát Így az, van. ennek az embereknek az életében és a gondolkodásában, beszédében, viszonyulásában. Például az, hogy évtizedek óta ugye, hogy mondogatják, ez egy ilyen szlogenné vált, hogy vigyázzunk egymásra, meg vigyázzanak magukra, Igen. így köszönnek el a Így van. tévében, és hogy vigyázzunk egymásra. Tehát, hogy olyan rejtett üzenete van ennek, és ezt Figyelj a figyelj a másikra. másikra. A nagyvárosban észrevettem, hogy az emberek megfigyelik egymást. De egyébként minden kisvárosban ugyanez van, teljesen mindegy. Ösztönösen az emberek figyelik egymást, hogy ki hogy viselkedik egy ilyen hálóban, mintha összekapcsolódnának. Így Én van. ezt vettem észre sok év Hát a alatt, hogy jelenések megfigyeltem könyvében ugye azt őket. mondja a tengerből fejövő fenevadról, kicsiny szarva van neki, és tele van szemekkel. Tényleg. Szóval az embereknek vannak szemeik, akik beszélni tudnak, az állatoknak van szemük, de nem tudnak beszélni. Szóval tulajdonképpen tehát mindegy, hogy hány kamera van a világra felszerelve, soha nem lesz annyi kamera, mint amennyi szeme van az Így embereknek. van. Az embereket használják egymás megfigyelésére, az embereket toprongyosítják le, és tartják rettegésben és félelemben, hogyha már az egyik félelem érzete van a másiktól, akkor tegyen följelentést, és kiküldenek egy drónt először, megvizsgálnak, körülnéznek a házatájékán, van-e valami rendellenesség, aztán utána bepoloskázzák a lakásodat, és kifigyelnek, hogy tényleg bizonyítható-e az, amivel a szomszédod, vagy a munkatársad, vagy apád, vagy anyád felhívta a hatóságok figyelmét. És ha radikális gondolkodású eszméknek azzal kapcsolatos könyveket, vagy a saját szavaidat az algoritmusok megtalálják a lehallgató készülékeket, ugye a tévé, a telefonok, ugye a hangszóróik mind lehallgató eszközként szolgál. Nem véletlen, hogy minden lakásban minimum 4 tévének és minden családban élő lassan már az újszülött gyereknek is iPhone-ja, meg Xiaomi, meg mit tudom én, milyen mobiltelefonja kell, hogy legyen. Mit gondoltok, miért? Ez a társadalomnak a felemelkedettségének a vívmánya? Nem. Így a legkönnyebb mindenkit megfigyelni, és ha felmerül valakivel kapcsolatban a gyanú, akkor azt elszigetelni a többitől, mint egy beteg embert, aki a koronavírusos az egészségesek között, a nagy többség védelme, biztonsága érdekében ki kell emelnünk, és a saját maga érdeke, saját maga biztonsága érdekében is ki kell emelnünk, hogy karanténba tesszük, és akkor ott majd ott kigyógyul meg, csak ki tudja, hogy ez a kiemelésnek a folyamata milyen zárt osztályra vezet, ahol aztán úgy azt fecskendeznek be. Bizony. Van egy film egy nőről, aki egy ilyen öregeket gondozó Igen, céget hozott mi létre. a címe? Törődöm veled? Vagy fontos vagy nekem ez a Fontos vagy címe nekem, magyarul? igen. Érdemes megnézni, mert tulajdonképpen abban is nagyon bemutatják, hogy ezek mind valóságos dolgok. Csak mint egy ilyen felháborító dolgot, hogy na hát valakinek ilyen fikció jutott eszébe, és akkor ebből filmet csináltak, mert jó a sztori. De valójában ezek mind valóságos dolgokat dolgoznak fel azért, hogy az emberek ezt fikciónak Igen, higgyék. lehet egy kicsit kiszínezik, egy kicsit akciódussá Persze. teszik, meg még durvább, nyílt kegyetlenségek vannak benne, de a lényege az igazság, Csak azért, sajnos mert az az ő öregasszonynak igazsága. jó anyagi háttere volt, egész életében fölhalmozott egy halom nyugdíjat, betegbiztosítást és egy személyként egy óriási házat. Kitalálták rá, hogy ő már a 70-es éveiben már nem képes, már mentális zavarai vannak. A legfelsőbb bíróság hozott egy döntés, hogy tényleg kirendelt gondozóra van szüksége, aki aztán utána olyan riportokat írt róla a bíróságnak, amin a bíróság
pedig olyan intézkedéseket hozott, olyan lépéseket, amivel az öreg asszonyt elmebetegek közé rakták, és a legkomolyabb gyógyszereket gyógyszerezték, hogy onnan soha ki ne kerüljön. Eközben eladták a házát, a minden ingóját, ingatlanát, mindenét eladták neki, és ezek az ügynökök így tollasodtak, így gazdagodtak. És hogy ez az egész egy ilyen szervezett bűnözés volt, mert az öregek otthona vezetője is benne volt, az egész összes gondozó benne volt, a bíróságon a legfelső ügyész és a bíró benne volt, a magukat gondozónak nevezők benne voltak, az ügyvédek benne voltak, a pénzügyi szakértők benne voltak, mindenki benne volt, a tévé benne volt, a rádió, a helyi rádió benne volt, mindenki benne volt. És eszméletlen, hogy erre mondom azt, hogy ez a gonoszság, amire hajlandóak az emberek, saját maguk önző érdekei megvalósítása, a saját maguk által kitűzött cél megvalósítása, és a gazdagodás, és a jólét, a munkanélkül szerzett vagyon és hírnév megszerzése érdeke, micsoda gonoszságokra képesek az emberek 99%-ban. Ezt el lehet minden emberre mondani. Mert Isten nélkül senkiben nincsen egy szemernyi jó sem. Az Isten egyedül az, aki meg akar bennünket menteni önmagunk gonoszságáért járó ítélettől. Van ennél nagyobb szeretet bárki másban? Nincs olyan ember, aki meg akarná a másikat menteni, mert hogyha már csak egy évet együtt él vele egy házban, két külön szobát bérelve, már akkor a legjobb barátok is egy-két éven belül ellenségekké válnak. Szóval újra és újra csak ugyanezt tudjuk elmondani, hogy Isten igazsága nélkül mindenki, főként ugye látjuk ezt a forgószél gyorsasággal történő dolgokat a világpolitikában, ugye, hogy Oroszország, Ukrajna után most már Izraelben és a palesztinok között is. Megint a világ lakosságának a két részre szakítása folyik, ugye ez egyik csoport a palesztinok oldalára, a másik csoport az Izrael oldalára. Egyik csoport a kelet oldalára ezáltal, a másik csoport a nyugati gondolkodású emberek oldalára sodródnak. Ha bármi, ami felmerül a hírekben, egy ilyen sok terápia, mert ez az egész mind a koronavírustól kezdve, a madárinfluenzán át, a bird flu, swine flu keresztül, az energiaválságig, ugye, hogy ennek a nevében fölpumpálták százszorosára mindennek az árát, most meg nem kell senkinek semmi, megy csődbe a faipar, megy csődbe az ilyen ipar, olyan ipar, mert az emberek belefáradtak abba, hogy a szemetet vegyék százszoros áron, úgyhogy ez a világ gazdaságilag és politikailag, erkölcsileg mély repülésbe kezdett. És amikor te hallasz bármit tévéből, vagy a szomszédottól, vagy a munkahelyen, bármit hallasz, ami arra inspirál, hogy döntést hozzál, és egyiknek vagy a másiknak a pártjára állj, már abban a pillanatban te már része vagy ennek a halálos játéknak, ennek a Titanic süllyedése című bohózatnak a részévé váltál, és biztos, hogy vagy te leszel a jégtömb, ami elolvad, vagy te leszel a Titanic, és rajta az emberek, ami elsüllyed. Tök mindegy, hogy melyik. Ha bele hagyod magad sodorni, a politikusok, a bankárok, a vallási vezetők által, különféle hírek által, különféle YouTube csatornák által, hagyod magad belesodorni bármibe, és csak érinteni egy pillanatra is, már része lettél neki, már nem az a célod, hogy az Isten elvárásának megfelelj, hogy arra készülj, hogy amikor meghalsz, akár balesetbe, akár betegségbe, akár öregségbe, akkor te neked az életbiztosításod meglegyen, hogy úgy éltem, ahogy azt ő kérte, mert ez az egyedüli garancia arra, hogy bármi történik itt ebben a világban, vagy öregen, vagy betegen, vagy balesetben haltam meg, garanciám legyen arra, hogy úgy megyek ki ebből a világból, ami mindegy, vagy nélkülem, vagy velem, de le fog menni. Össze fog omlani, le fogják egymást gyilkolni, ugye? Most látjuk a közel-keleten történő bohózatot,
Ha valaki beleolvasott az Albert Pike, Három világháború és a Sion bölcseinek a könyve írományaiba, tök mindegy, hogy ki írta és milyen célra, nem érdekel, úgyis látni, hogy ha azt mondják, hogy hazugság, de mégis érdekes módon minden úgy történik, ahogy ebben a két koholmányban, ugye egyik fele azt mondja, hogy ez forgery, ez csak egy emberek által kitalált összeesküvés elmélet, még a másikak azt mondják, hogy a zsidók azok a mindennek, a zsidók azok a mindennek, és már is vagy a palesztinok oldalán hajlandó gyilkolászni zsidókat, vagy a zsidók oldalán palesztinokat, vagy mindenki más, aki közel-keleti, vagy távol-keleti. Erre megy ki úgyis a játék. Albert Pike-nak a terve szerint, amit a legfelsőbb antikrisztusnak a sok közül adott ötletként, hogy hogyan szerezheti meg a világ fölött tokkal vonóval a hatalmat, és hogyan káderolhat le, hogyan hajthat minden embert a saját maga érdeke megvalósításával. Ebben a két egymással párhuzamos írományban érdekes módon ugyanazokról a dolgokról van szó, csak más szemszögből, és mi pedig, ha beleolvastunk és figyelemmel kísértük, akár csak egy picit is, láthatjuk azt, hogy akár igaz, akár nem, mindegy, hogy kik írták, jezsuiták, vagy zsidók írták, vagy mindegy, hogy ki írta, de ez történik. Szóval, ugye az egyik részében az van, hogy mielőtt majd az ő világvezetőjüket porondra tudják tenni, és általa világbékét tudnak csinálni, előtte egy borzasztó nagy kataklizmát kell az egész emberiség minden kontinensen, minden országába létrehozni, és ebben a nihilt, nem tudom, hogy az Európába bezsupolt muszlim vallású emberekről van szó, akiknek megnyitották a határt, és most ugye ez az izraeli-palesztin mesterséges konfliktus, ez egy ürügy arra, hogy most már megrakott országoknak a határait lezárják, úgyhogy se ki, se be többet muszlim és közel-keleti embereknek az utazgatása. Ők elérték azt a létszámot, ami kellett ahhoz, hogy az Albert Pike és a Sion bölcseinek a könyvében írt a nihilt, a csőcseléket fogjuk használni, hogy olyan rettenetet hozunk minden országban, fényes nappal az emberek fogják egymást gyilkolászni vallási vagy pénzügyi szándékaik érdekében. Ebből olyan véres, brutális utcai harcok és az életben maradásért folytatott könyörtelen harcok fognak kialakulni emberek és emberek között, hogy az egész világ még épp eszű lakossága térden állva fog könyörögni egy valakiért, aki békét és biztonságot fog tudni hozni és helyreállítani az általános rendet. És ez lesz majd az ő Jézus Krisztusuk, akit porondra tesznek, aki egy olyan kaliberű ember lesz, mint például a valamelyik Rothschildnak az édesanyja azt mondta az egyik gálásten, ha az én fiam azt akarja, hogy valahol ne legyen háború, ott nem lesz háború. De ha az én fiam azt akarja, hogy valahol háború legyen, ott biztos, hogy háború lesz. Szóval ennél is kristálytisztában kell, hogy lássuk, hogy van egy olyan elit, olyan roppant gazdasággal és gazdagsággal, vagyonnal és politikai befolyással és technológiai eszközökkel, aki ha valahol az emberek megrettentése érdekében háborút akar és éhínséget akar generálni, akkor azt fognak csinálni, és utána az ember megjelenik az ő vagyonával és az ő segítségével és az ő hálózatával, és azt mondják, hogy oké, most nem lesz háború. Ezt az emberek be fogják nyelni, és ezt az embert a messiásnak, a Allahnak, vagy Buddhának, vagy nem tudom, hogy kinek fognak titulálni, a békehozónak, a béketeremtőnek, az emberiség megmentőjének fognak titulálni, és bármit fog mondani, mindenki azt fogja csinálni. Mert emlékezni fognak arra, hogy hát több éven keresztül, 7 éven keresztül nem volt mit ennünk. A cipőt, mint a Book of Eli filmben, az akasztott embernek a lábáról lehúzott bakancsból neki cipője, ugye? És macskát kellett lelőnie, hogy egy napra túlélje az éhínséget.
Szóval ezek a filmek, ezek mind előprogramozások arra, hogy ez a világ, ilyen világot fognak csinálni. És ugye abban a filmben is. El tudnád mondani, hogy milyen volt előtte az élet? Igen, dőzsöltünk, mindenünk volt, több volt, mint amire szükségünk volt. És akkor egyszer csak a vallás nevében az emberek egymásnak estek. Ugye több filmben a V, mint vérbosszú, V, mint vendetta filmben a Korán tiltott dolog volt, akinél megtalálták, azt nem tudom hány évre börtönbe rakna. A Book of Eli filmben a Bibliát, amit készítettek elmondás alapján, ugye föltették a könyvtárba szigorúan őrzött könyvek vallási szekciója része, hogy onnét senki ki ne vegye, mert ez a világ problémájának a gyökere az oka, ugye? Szóval, ha mindent összeraksz, láthatod, hogy itt küszöbön van az, amit a Sion bölcseinek és az Albert Pike féle három világháborúban taglalnak, hogy ez a serpent, ez a Great Serpent mielőtt visszatér Izraelbe, és ott láthatóvá válik egy világvezető, békehozó formájában, előtte való állomása Ukrajna és Oroszország lesz, mielőtt visszatér világhódító útjáról Izraelbe, Jeruzsálembe. Milyen érdekes, hogy csak néhány éve kezdődött az orosz-ukrán háború, most pedig ez a háború átterjedt a palesztinok és az izraeliek közé, ugye? És ennek ürügyén minden országban az eddigi nagy tiltakozás ellenére a migráns áradat ide vagy oda, nyitva voltak a határok. Most nem érdekes, most hirtelen lezárjuk a határokat, ami Európát elválasztja minden más kontinenstől, ugye? Tehát a lengyelektől, föntről, meg Litvániától, meg Észtországtól, Lengyelországon, Ukrajnán át, egészen Románia, Magyarország, megint ez a török hódoltságot megelőzően, vagy azt követően, ugye, ez a sánc volt az, ami mindig Európába beengedte a nagy tömeget, aztán lezáródott ez a sánc, ez a kordon, ez a koridor, aztán utána meg megint megnyitották, szóval csak a vakok és az iskolázatlanok, akik nem akarják megérteni, hogy mi ez a világ, amiben benne élünk, és hogy ez el akar bennünket pusztítani. Ennek a szervezői, a vezetői egészen a piramis legalsó részéig mindenki benne van, és a naív, mit sem sejtő emberek, akiknek csak tényleg az esti foci meccs, meg a hobbi autószerelés, meg a barkácsolás, meg a kertészkedés, meg a vonuljunk a tanyára, és éljünk ökomódon, ennyi már elég az ilyen embereket úgy irányítják, ahogy akarják, mint ahogy a tenger dobálja, a háborgó tenger hullámai dobálják a habokat, ugyanúgy az általuk kitalált különféle eszmék és mozgalmak, legyen az vallási mozgalom, a pünkösdisták, vagy a evangélikusság, vagy katolikusság, vagy metódisták, vagy Jehova tanúi, vagy mormonok, vagy legyen az a politika, ugye most Oroszországban csinálunk háborút, ezzel riogatjuk az embereket, utána a Ukrajnába, utána a palesztinok és az izraeliek között robbantunk ki konfliktust, és az egész emberiség megrémülnek, ugye futtassunk az utcán terroristának öltöztetett ügynököket, elmegyógyintézetből kihozott behipnotizált őrülteket, és küldjük be a bevásárlóközpontokba, a mallokba, küldjük be a sporteseményekre, koncertekre, metrókba, robbantsuk fel őket, ugye, és akkor még nagyobb rettenetet hozunk az emberekre, még jobban kontrollálhatóak lesznek, ugye. Persze, ugye az algoritmus biztos figyelni fogja, amit elhangzik, és röpködni fognak itt is a drónok nem sokára. De azt mondják, ez már radikális, ez már nagyon szektás gondolkodás, ugye? Tehát abban az időben élünk, amikor a jót jónak mondani bűn, a rosszat rossznak mondani állítani bűn, a jót rossznak mondani erkölcs, és a rosszat jónak mondani erkölcs,
Ebben a világban élünk, és érdekes, hogy Isten a proféták által már több mint 2000 évvel ezelőtt elmondta, hogy eljön az idő, amikor majd az emberek annyira lebutítottak lesznek, hogy moslék fog csak zötyögni a fejükbe az Istentől kapott brilliáns ész helyett. El fog jönni a világtörténelembe az időszak, amikor az embereket megbüntetik és börtönbe rakják azért, mert a rosszat Isten szerint rossznak merik állítani, a jót pedig követendő erkösnek merik állítani, azzal szemben, hogy a nagy többség arról lesz meggyőződve, hogy amit a politikusok, a bankárok, a vallási vezetők és mindenki, aki ennek a része ennek a globális egyvilág kormánynak Isten nélkül, erkölcs nélkül, igazság nélkül, azok ha szemben, ha valaki arról lesz meggyőződve, hogy a jó az jó, a rossz az rossz, miközben ők azt tanítják, hogy a jó az rossz, neked ami rossz, az neked jó. Te attól fogsz élni, te attól leszel boldog, ha aberált leszel minden szinten a gondolkodásodban, ha elvetemült le, az neked jó. És ami szép és jó, a virágok, az erdő, a természet, az rossz, ne menjél, mert a medve megesz, a farkas megesz, a galócától meghalsz, tele van vámpírokkal és zombikkal, láncfűrészes gyilkosokkal. A jó az neked rossz, hidd el, hogy neked mindaz, ami Isten teremtett és élhetnél vele, ami jó valójában, az neked rossz, irtozzál tőle. Ugye? És láss csodát ebben a... Amit több ezer évvel ezelőtt Isten a proféták által elmondott, hogy a világvezetők, politikusok, bankárok és mindenki, aki vezetői szinten vagy tanítói szinten van ebben a rendszerben, ebben a piramis rendszerben, azok mind arról fognak mindenki más meggyőzni a dolgozó, szorgos hangyákat és méhecskéket a piramis legalján, akik ész nélkül csinálják azt, ami nekik mondva van, arról lesznek meggyőzőve tényleg, hogy hú, hát kimenni az erdőbe, friss levegőre, nagyon rossz, mert tele van veszélyekkel. Vagy, bocsánat, az nagyon jót tud tenni, hogyha helyén kezeljük, és csak vezetett meditációkkal megyünk ki, meg csoportosan, meg úgy megyünk ki, hogy ökofaluba költözünk, ahol van egy jó közösség, és mindenki figyel mindenkit, és mindig számíthatunk egymásra. Tehát módjával azért jó dolog a természet, de csak addig, amíg bizonyos vezetők, ahogy ők ezt megmondják, hogy hogyan kell, és közösségben, és szigorúan mindig csak mondjuk a erdőbe is úgy mész ki, hogy hétvégén, és akkor kipihened, de aztán mész vissza a városba már. Tehát mert azért annyi bőven elég belőle, csak hogy feltöltődjél, és akkor tudjál tovább dolgozni a társadalom javára a városban. Ennyit szabad, csak egy csepp természet, az pont kell a léleknek. Az jó neked, de azon túl már egészségtelen és veszélyes. Pontosan. Ugye? De ugye, és ugye azt nem veszik észre azok, akik ezt mind elhiszik, és tényleg... biorobotként ennek az egész megáltalkodott új világrendnek a politikusainak és bankárainak és tudósainak és mindenkinek hisznek, nem veszik észre, hogy ezek azt tervezik a fejükben, vagy már ki van tervelve, hogy amikor az ő általuk propagált, mindenkit beagymosott világrendszer elkészül, minden össze lesz kapcsolva mindennel, és zsírozottan, olajozottan be tudják indítani, ami úgy tűnik, hogy 2030-ra teszik ezt a big reset, a nagy újraindítás, ugye? Hogy addig viszont ebben a következő 7 évben olyan dolgokat fognak csinálni, ami az emberiség nagy részét ki fogja pusztítani egyrészt, hogy a rendszer létrehozói, megépítői meghalljanak, hogy nehogy aztán többen összefogjanak, hogy én ezt építettem, én azt, nekem erről van tudásom, hogy ez a része hogy működik, nekem arról, ezek nehogy összetalálkozzanak és összebírják dönteni az ő világbirodalmukat, ezért
Ahogy ezt említettem, a piramis építőit lenyilaszták. Most is ez a piramis folyik, és mindaz, aki tudatlanul része volt ennek a világrendszer építésének, azt mindenkit legyilkolna, mert utána ők már nem akarnak senkinek se segélyt adni, mert mondjuk leestél valahon, itt eltört a lábad vagy a gerinced, és életed végéig anyagi támogatásra szorulsz. Ők nem akarnak soha többet munkanélkülieket zabáltatni és etetni. Ők nem akarnak az egyre kevesebb édes vízből, tiszta vízből még egyszer annyi embernek inni adni. Ők csak azoknak, akik szerves része ennek az egésznek, annak az 500 milliónak, akik a tervük szerint meg akarnak hagyni ebből 8 milliárd 300 millióból. Gondoljatok bele, hogy ebben a következő 7 évben mit fognak csinálni ezek, és a legtöbbünk, én magam, tisztában vagyok vele az olyanok, mint én, vagy mi, vagy a hasonlóan gondolkodók, az elsők leszünk azok között, akik likvidálni fognak. Így vagy úgy. És akkor még a többiről nem is beszéltünk, aki meg még semmiről se tud. Tehát mindannyian, akik furcsán nézünk erre az előttünk történő dolgokra, amit a tévén, még a viccsapból is folyatják, hogy csak hogy a félelem és a rettegés olyan nagy legyen bennünk, hogy bármit mondanak, azonnal a vezérszóra mindent megcsináljunk. De azért elgondolkodunk azon, hogy vajon mi az oka ennek, a valós oka ennek, hogy például Izrael soha nem ismerte el korábbi háborúkban, hogy akár csak egy katonájukat is levőtték, most meg azonnal elismerték, hogy több mint 1300-at megöltek közülük, ugye? Hogy ennek azért a célja, ugye alacsonyabb szinten, hogy ők jogot formálhassanak arra, hogy kiirtsák a palesztinokat, és ne legyen egyetlen egy muszlim sem a környezetükben, hogy ezt a Vatikán számára megépíthessenek egy templomot, ami úgy néz ki, mint a Salamonnak a temploma, hogy ez erre megye ki, vagy arra használja őket is, mert ugye ők is csak egy bohócok ebbe a színdarabba, a világépítőknek a kezébe, ezt az egy világrendet létre akarják hozni, ugye, és használnak mindent és mindenkit, minden nemzetet, etnikumot, hogy ez csak az ő eszközük arra, hogy tulajdonképpen az egész arab világot fölbőszítsék, és az arab világ azt mondja, hogy elég most már, vagy 100 éve tűrjük azt, hogy a nyugat gyilkol bennünket, leterroristáz bennünket, és ezt meg azt csinálnak, harmadik világnál is rosszabb életszínvonalba kényszerítettek be bennünket, és itt az ideje, hogy egyesüljön ez az arab világ, és az élén a kalifával, vagy a Khomeini ajatollakkal egy Albert Pike által megtervezett iszlám és a kereszténység háborúja, a gyújtózsinórja eszköze tulajdonképpen most ez az Izrael és Palesztina, amit én nagyon-nagyon úgy sejtek, hogy ennek a véres színjátéknak az utolsó felvonásához érkeztünk el. Az Albert Pike leírt tervezete a harmadik világháború nyugat és kelet, az iszlám és a kereszténység között, amiben ugye Izrael volt eddig, és a zsidóság volt ennek a rendszernek az egyik leghasznosabb építő eleme vagy munkatársa, mert Hollywoodtól kezdve a zeneiparon, a mozifilmeken át, a politikusokon át, ugye, ahol csak lehetett, ez a világépítő elit felhasználta őket szinte korlátlanul. De elérkezett a tervükbe az az állomás, az az idő, amikor is azt mondják, hogy oké, eljutottunk oda, amit Albert Pike javasolt, hogy az iszlám és a kereszténység között kell egy súlyos, véres harmadik világháború kirobbantani, amiben ugye világgazdasági válságok lesznek, betegségek lesznek, vírusháború lesz, éhínség lesz, és minden szinten minden pusztulni fog, hogy ez a harmadik világháború legyen tulajdonképpen az eszköz arra, hogy 2030-ig eltüntessenek 7,7 milliárd embert a föld színéről. Ezek nem kellenek többet. És ennek a csatának az esernyője alatt, a fátyla alatt, ahogy ezt mindig csinálták,
korábban is. Ugye Albert Pike terve szerint politikai és a vallási cionizmust fel kell számolni. Miközben a keresztények és a muszlimok gyilkolni fogják egymást, és eljátszák az armageddoni háborút, ugye, Horthy Miklóssal a fehér lovon az élen, ugye, majd egy politikus lesz, aki vezeti a nyugati világot a keleti világgal szembe, milliárdok fognak ott az Armageddon csatamezőn összecsapni, ott is már vagy 20-szor lejátszották ezt az armageddoni csatát, és akkor se sejtett senki semmit, hogy egy nagy világra szóló összeesküvés húsdarálójának a bohózatába asszisztál mindenki. Szóval ilyen dolgok vannak kilátásban. Az én elképzelésem, látásom szerint ez a gyújtó zsinór most az Albert Pike javaslata szerint Palesztin és Izrael között a konfliktus annyira ki kell élezni, hogy az egész muszlim világ egyesülni fog, az egész nyugat már egyesülve van, azt lehet mondani, az Európai Unió Amerikával karöltve és minden szövetségesével készek arra a politikai vezetők, hogy a lakosságot és a hadsereget egy visszafordíthatatlan áldás gyilkos háborúba bevezessék. Számtalan olyan film van, amiben tulajdonképpen a beépített ügynökök mesterkedésének köszönhetően a korábban egymással baráti viszonyban élő embereket annyira egymásnak fordították, hogy a végén mindenki gyilkolt mindenkit. Gondoljátok, hogy a Stephen Kingnek a Useful Tools, nem tudom mi a címe ennek a filmnek. Hasznos holmik. Ez csak egy fikció, hogy az emberek sörrel a kezükbe, meg sült krumplival, hamburgerrel a kezükbe elszórakoztassák magukat egy ilyen vasárnapi délutánon, mert nincs mit csinálni, esik kint az eső. Ember tévedésben élsz. Ez egy programfilm arra, hogy amikor majd mindenki gyilkol mindenkit, akkor te is azok között legyél, aki valamilyen oknál fogva valami sérelmet szenvedsz, mert a gyerekedet pofonverte a szomszéd, vagy a feleségedet megharapta a szomszédnak a kutyája, vagy a saját fiad, vagy a saját lányod tévedésből több sót tett a levesedbe. Ilyen pici dolgok miatt mindenki meggyilkoljon mindenkit, ugye? Szóval, de aztán beszélhetünk akár a The Sum of All Fears filmről, az meg még jobban bemutatja, hogy minden vezetői pozícióba beépített ügynökök vannak, akik az oroszokat és az amerikaiakat egy brutál konfliktusba tulajdonképpen a harmadik világháború szélére sodorták. És közben bemutatja a film, hogy van egy kettő között egy titokba tevékenykedő csoport, aki ezt az emberiség kipusztulásához vezető kataklizmát előidézi. Tehát a baráti országokat és barátokat egymás ellen forgattak úgy, hogy még egy atombombát is felrobbantottak ennek a kedvéért, hogy a bosszúállás, a bosszúvágy még erősebb legyen mindenkiben. Szóval ugyanez van, elmész Izraelben az egyik proféta sírjánál, a katakombában egy nagy márványtábla mondja el, hogy az ő szabadkőműves páholyukban szeretettel köszöntik a legmagasabb szabadkőműves ügynököket, mint például a jordániai király Bill Clinton és az izraeli prime minister, aki akkor most nem tudom, hogy Netanyahu volt, vagy Ehud Barak volt, vagy ki volt akkor éppen. Ezek mind benne vannak. Annak a célnak az elérésén dolgoznak, csak az egyik úgy néz ki, mint egy egyiptomi király, a másik, mint egy jordán király, a harmadik, mint egy olajsejk, a negyedik, mint egy Angela Merkel, vagy egy Ursula az Európai Parlamentbe, vagy egy Putyin, vagy egy Bergoglio pápa, vagy egy egyszerű YouTube csatornás, aki megtanít tégedet, hogyan kell a tanyán élni, vagy egy másik Székelyföldről egy futó bolond, aki megtanít téged arra, hogy soha ne olvassa a Bibliát, mert a Biblia az nem Isten szava. Vagy bárki, ezek mind ugyanabban a csapatban fociznak ellenünk, akik mit se sejtünk, és a végén pedig mi leszünk a véráldozat a húsdarálóba a Megiddó síkságon. Erre megy ki az egész. Úgyhogy ezért Isten tiltja és szorgalmazza, hogy ne hallgassunk, ne legyünk személyválogatók, hogy ne olyan embereket hallgassunk, akinek tetszik
a beszéd stílusa és a vágyainknak a megvalósításához szükséges információkat szólják, mert ezek az emberek, ezek az ellenségeink, mert olyan dolgokra tanítanak bennünket, amikkel Isten szöges esküt ellenségeivé válunk teljes mértékben. És hogyha olyan embert hallgatsz, vagy olyan információt, ami a te örök életedet, a bűneid bocsánatát szorgalmazza, akkor azzal kell foglalkozni, hogy ne legyünk személyválogatók, hogy az Istent elutasítjuk személyválogatónként, hogy az ő személye nekünk nem kedve, mert a radikális gondolkodás. Én nem szeretem a radikális gondolkodás és embereket, mert azok általában terroristák. Ahogy ezt nekem a tévén keresztül a politikusok, meg a vallási vezetők mindenki tanítja. Még el se kezdődött ez az egész iszlám és kereszténység és nyugat és kelet fóbia, el se kezdődött. Paris Stone például már 20 évvel ezelőtt arról azzal mosta az agyát a szektájába, a texasi keresztényeknek a Bible Beltben, hogy ő biztosan tudja a Szentlélektől, hogy az Antikrisztus egy muszlim vezető lesz. Honnét tudhatta azt, hiszen a saját nevét nem bírta az ember leírni, honnét tudhatta a Szentlélektől azt, hogy az Antikrisztus, az az iszlám világ vezetője, egy muszlim ember lesz? Ugye? Már az egész nyugati kereszténység azt szajkozza, hogy az Antikrisztus 2030-ba fog eljönni. Érdekes módon a politikai elit, a Mentsük meg a zöld mozgalmak, a mindenki azt mondogatják, hogy az új világrendet 2030-ban kell útjára indítani, addig van lehetőségünk. Nem ilyen érdekes, hogy mintha csak úgy tűnne, hogy a kereszténység asszisztál ebben a világ átformáló, új világot kezdő, új technológián és új mindenen futó, új ötleteken és elméleteken keresztül operáló új világrendszernek a megépítéséhez a több mint 1 milliárd kereszténynek a segítségét kéri a gyülekezetvezetőkön keresztül? Mert nekem teljesen úgy tűnik, még hogyha én nem is vallom magamat összeesküvés elméletesnek, de valahogy a pontokat, ha összekötjük, annyira egy irányba vezet, minden szál a vallási vezetőktől is, gyülekezetvezetőktől, szekta és YouTube-os mozgalomvezetők kooperációjával, a politikusokkal karöltve, és a zöld mozgalmak, meg a költözünk tanyára, és stb. Stb. Ez mind egy irányba mutat az összesnek a szálát, hogyha összekötöd a piramis csúcsához vezet, ahol van az a Nimrodnak a ma élő leszármazottai, akik vezetik ebbe az irányba, és nyílt Isten ellenes lázadásba vezetik be az egész emberiséget, mert ők meg vannak róla győződve, hogy borzasztó csapást fognak mérni Istenre, ha önmaguk oldalán elpusztítanak 7,7 milliárd embert. Neked van valami Nincsen. észrevételed, hozzászólásod? Nem, most nincsen. Akkor legyen ez mindenki számára vészharangként megkonduló figyelmeztetés mindenki elméjében, akit még lehet értelmes módon még a gondolkozását befolyásolni Isten szerint. Aki meg már az elméjében is el van veszve, hát annak meg már úgyis mindegy, sajnos. Ugye meg van írva, hogy aki eddig igazságtalan volt, az ezután is legyen igazságtalan. Aki eddig igaz volt, és kereste az igazságot Isten igazságaként, és hajlandó magát alávetni annak az igazságnak, az legyen igaz ezután is.